Sziasztok, én Toku vagyok, és úgy gondoltam, hogy ha már beszéltünk arról, hogy ugye leszedhető media creation toolon kívül is rögtön direkt a böngészőbe letöltve a Windows 10-et, ugye, hogy tisztán újra húzzuk a rendszert, ezt persze annak javaslom, aki már egyszer frissített és megszerezte a szériáját. Na de honnan lehet ezt megtenni? Tök egyszerű a történet. Fogod, fölmész a Microsoft oldalára, amit majd ide belinkelek a hozzászólásokba, leírásba, és utána szépen ide legörgetsz, hogy itt választanod kelljen, ugye? Fogod, kiválasztod, hogy Windows 10, Confirm, ittől lefuttatja ezt a kis történetet, hogy mi van, és választhatsz, hogy melyik verzió kell, ugye itt már rögtön a nyelvet tudod, fogod, rámész, hogy Hungarian, vagyis ugye magyar. Oké, megint rányomsz, hogy ellenőrizze le a történetet, és utána már más dolgod nincsen, mint hogy a 32 bites verziót, hogyha neked az kell, vagy pedig a 64 bites verziót. Ha netán olyan a rendszered, kiválaszt, elindul a letöltés, és gyakorlatilag kész is vagy rögtön, jön lefele, utána kiírod egy sima kis pendrive-ra, Rufus-szal, és bebutorsz róla, és babám, se percek alatt, egy negyed óra alatt meg vagy a rendszer föltelepítésével. Persze ajánlott mindenféleképpen úgy föltenni a rendszert, hogy ugye formázod az adott partíciót, ahová fölteszed. Na de ilyen egyszerű, és akkor nincs az a több órás szórakozás, mint ami volt ugye a Media Creation Tool-lal, hogy nekem is például 4-5 órába telt, mire egyáltalán leszette volna a Windows 10-et, hozzáteszem akkor még 120 megabites nettel. Szóval közvetlenül gyorsan a Microsofttól. Remélem segítettem, további szép napot, hello!